magam mögött hagytam a munkámat itt a Toyota mellett, és éppen úton vagyok Szapporóba, ahonnan aztán majd tovább repülök Szöulba. A terv az, hogy stoppolni fogok első alkalommal itt Japánban. Hát nem beszélem a nyelvet, ez egy kicsit nehezíti a helyzetet, viszont készítettem egy táblát, ez az, ide az van írva, hogy Szapporó, hogyha minden igaz, az internetről másoltam le. Na, hát majd beszámolok róla, hogy sikerült-e vagy nem. Ha nem, akkor legrosszabb esetben veszek egy buszjegyet és busszal megyek. Feladat teljesítve, elstoppoltam Szapporóig, és ez itt már a Csitose Airport, én nem fogok tovább repülni. 40 perc vonattal Szapporótól, ez gyakorlatilag már egy másik város. Hát, na, izgatottan várom Koreát. Ez az első perc a Koreában. Simán átjutottam a határon, nem kérdezősködtek. Most az a feladat, hogy találják egy ATM autót, tehát hogy vegyek ki helyi pénzt, ami azt hiszem von, és utána pedig megtaláljam a legolcsóbb megoldást, amivel bejuthatok a városba. Az életben minden valami más, valami külső tényező vonatkozásában vizsgálható. Így van ez a utazás közben szerzett élményeimmel is. Ezért lesz az, hogy a elkövetkező mondókámban meglehetősen sokat utalok majd Japánra, onnan érkeztem ide. Ezt csak azért bocsájtom előre, hogy senkit ne tévesszenek meg a képek, amik itt mellettem futnak, mert azok egytől egyig itt Szöulban készültek, tehát Szöulban vagyok most éppen, és így első blikre számomra egy sokkal élhetőbb helynek tűnik, mint Japán. Japán ugyanis számomra legalábbis túlságosan merev és túl regulázottnak tűnt. Egy kicsit olyan itt Ázsiában, Japán, mint amilyen Németország Európában. Aki jár Németországban, az nem tudja, mire gondolok. Nagyon kényelmes, hogy minden pontos, tiszta és időben ott van, de egy idő után már idegesítő is. Na most ehhez képest itt Szöulban, Koreában például vannak szemetesek az utcán, ami Japánban nem volt, olyan megszállottan gyűjtik a szemetet, hogy nincsenek is utcai személygyűjtők. Ehhez kapcsolódóan például nem illik enni sem az utcán, mert ugye a szemetet eredményezne. Itt viszont vannak utcai kajádák is. Tehát Korea sokkal ázsiaibb, mint amilyen Japán volt, és ez nekem jobban tetszik, sokkal lazább, élhetőbb. Olcsóbb, mint Japán volt a szállásért. Két napot most egy hostelben töltöttem, aztán most a többit pedig egy couchsurfingen keresztül talált vendéglátónál. Tehát a hostel az mondjuk egy harmada volt, mint amit Japánban fizettem, és a napokban elmentem fodrászhoz is, azért meg szerintem az egy negyedét fizettem, mint ami Japánban lett volna. Plusz tudom a kártyámat is használni, ami egy nagy előny, nem kell ATM-ből pénzt kivennem. Japánban is lehet kártyát használni, de a pénztárosok többsége a sikitofrászt kap, amikor meglátja. Tehát ők a készpénzre vannak berendezkedve. Na, azt hiszem Dióhéjban egyelőre ennyit. Pár napig leszek itt Szöulban, és aztán egy Gocsang nevű helyre utazom, ahol aztán dolgozni fogok majd.
korábban említettem, a Couchsurfingen talált a vendéglátót Szeulban, és hát most éppen itt vagyok. A vendéglátómat aztán Jo-Jung-nak hívják, és ez a szüleinek a háza, a szüleinek a régi háza. Ez itt Szeulnak egy ilyen nagyon klasszikus negyede, zegzugos utcákkal és gazdagok és házakkal. Ez is egy ilyen egészen apró kis házikó, de szépen fel van újítva. Van itt egy ilyen konyharész, egy nappali. Vendéglátom egyébként egy szabadúszó újságíró, és akkor ezt a házat használja most irodának, meg itt írt. Ja, és akkor van egy fürdőszoba. Tehát amint látszik, gyönyörű szépen fel van újítva. Klassz. És hogyha kijövünk, akkor rálátunk az ébredező Szőúrra, és hát itt látszik, hogy ez egy ilyen szedett-vedett környék. Majd mutatok képeket a sikátorokról és itt a környéken. Az, hogy hazakeveredjek, ahogyan is említettem, elég zegzúros utcákon kell kavarogna. Így kezdődik az egész ezzel a marha meredek utcával. Ez még nem olyan vészes, de mindjárt mutatom a többit. A végén el kell fordulnom majd jobbra. Még jó, hogy ezt be tudom tartani. Igen. Itt jóra. És majd ott a lépcsőn fel. És egyenesen. És mindjárt ott vagyunk. Na, még ide is beszerkesztettek egy kondigépet. Nagyszerű. Na és akkor itt le a lépcsőn. Itt a kapu mögött már a ház van. Itt még egy feladat vár rám, hogy át kell bújnom ezen a résen. Azért, hogy benyúljak, és kinyissam a kaput belülről. Na, megvan. És már is itt a lak. A 7-Eleven itt Ázsiában az egyik ilyen legelterjedtebb vegyesbolt hálózat. Kávét lehet kapni, különböző élelmiszereket, meg egy némi tisztálkodószerűt. És többi országtól eltérően Koreában le lehet ülni és megenni a instant levest, ami nagyszerű. Japánban is találkoztam már ilyennel, hogy egy volt meleg víz a boltban, és föl lehet menteni, de itt az összes ilyen, tehát, ja, és egy ilyen leves, mondjuk, mit tudom én, 200 forintban megfelelő bomba kerül, tehát jó olcsón tudok kajálni. Az előbb vettem egy kávét, figyeld,